Itt jelen pillanatban látjátok a Shaolin Monkey-t kékben, pirosban pedig a Midget MP-t, ugye? Tehát TSM van, hát jó, most sorry, érted, de hát ezt akkor is TSM, akárhogy is nézzük. Most megy konkrétan egy meccs, ezt gyorsan átírom, hogy ne legyen ez a baj. Innen várjuk a nyertest, akit már vár a MyVH. Ennél jobban nem tudok csinálni, és most a csúszásnál ugye így kell valahogy hozzásimulni a csúszáshoz. Hát most ezzel aztán én nem tudom mit csinálni, sajna, szorika. Szóval ez van. Ez a debuffos színű zöld szín, amivel írsz, kedves Phoenix. Ugye? Hát ez gyönyörű szép. Most itt ugye, hogy mi hogy van, hát ez most gyorsan feleszmélünk kb. Hogy Mizu van. Hogy az tuti biztos, hogy ahogy nézem, kiérkezett midre Blacky, Oriannával, Kopi fenn van, Toppon, Sivanával, Ezivel játszik, Traum, Liki pedig Leonával, Jointos pedig Wukonggal. Ugye ő egy Pantaonját látott legelőször, és Pocket Hamster, Thresh, Frogmite, Pantaon, NFL, Lucian, Pete pedig Luluzik, Gex pedig Toppon van, Hydra személyében. És ugye erről a meccsről várjuk a nyertest, aki a MyVH-val fog találkozni az első elődöntőben, igen. Lent meg a Phoenix Reborn meccs megy a Hungarian Powerhouse és a Phoenix Reborn között, ugye, ahol a Hungarian Powerhouse lett tovább írva. Azt szerintem ott ellen van cseszerintve, de nem tudi, nem tudom. Miközben teamfightunk van, de sem hát inkább mészállásra, mint teamfight. Petéket most töröltek le a pályáról, 15-9. Traum lehet bajban, Flash-ed is kijön, a Lucian flash kapás volt, ez a piros is még pluszban, az 500 gól, gyere be. Ez a Pete lesz még itt közben bajban hátul, 2v1-ben. Lucian próbál valamit fedezni, szépen hozzá még Wukongot. Leona és Sivana még mehet szépen, Lucian nincs pedig Flash-e. Annyira nem mennek rá, nem is olyan értem, csak most fognak forrolni talán. Jön már Sivana, Pete is jön. Tehát igazából szerintem ez a legjobb variáció. Hát most egy fél meccset látunk azért, hogy ne lássuk több fél meccset. Pontosan azért, hogy ezt a befejezést megnézzük. Mert éppen most comeback-el vissza jelen pillanatban. A Shaolin Monkey-k. Most ugye, igen. Ez áram, ez se kell már. Áááááá, sütik el, látod mit csináltál? Most mindenki téged fog frame-elni, de én is. Mert az a baj, tehát azt próbáljátok átlátni, miközben ugye pusholnak jelen például a majmok, hogy minden egyes órában kezdődik a meccs körülbelül. Közben Lucian Evers, az Orion ulti az pedig jó, Lucian éppen még kijön, Wukong fejezi be. 1-0-ért eddig, 1-1. Hoppá, 2-1-ért így. Orion ulti ide vagy oda. Attól még a Cserázi teljes mértékben patent volt. Igaz, hogy belehalt Blacky. De fél kicsit fellégezés volt így. 13-17 abszolút egy jó meccs amúgy ez, és sajnos az elejétől nem láthattuk. Valószínűleg, sőt, igazából nem, én úgy terveztem, hogy a Főnix-re sikerre megyek, akik szintén elkezdték ugye 8-kor. De most 8-kor hiába kezdték el, hogyha mi 3-8-kor kezdték el ugye az előző meccset, ennek köszönhetem volna csúszást, ez a Baront fog elhozni. Így van, az MP-sek elhozták most Baront ebben a pillanatban. 7000 golddal mennek, Hydra, aki most találkozik azzal a tény, azzal, most szembesül azzal a ténye, hogy hát már Baron nincsen. 13-17. Kivenna éppen, hogy Kopifok személyében tologatják midet. Leona itt mindenképpen résen van. Valamenne Pete pedig szúr kell, addig Pete mondta, hogy ő nem semmiképpen nem Péter, nem Pete, ő Pete. Hát akkor muszáj vagyunk úgymond hozzá simulni a tényekhez. És elfogadni, hogy ő Pete. Nem pedig Pete. És se nem Péter, hanem Pete. Kacaj az köze megy. És se... Na most ezzel ki fogtok égetni? Ha még itt pauzolgatni fogunk. 13-17-nél. Most benne nézek. Egy mi van. Most ugrik a majom a vízbe. Nem látom a csetet. De nem. Na akkor... Na ne. Öh.
Ajajaj, az a baj, tényleg szigorítani kell ezen a no-show-on, mint az állat, mert így megcsúszik a stream is, megcsúszik az egész kupa, mert az, abba gondoltak bele, az alsó ágrajzon, az alsó részen ugye, hogyha az Enigmának a meccsé már eleve késnek, tök mindegy, hogy mikor esnek ki, vagy ki esik ki az Enigma meccseken, ott mindenképpen az enemy már várt egy ideje rájuk, most ugye elkezdték azt a meccset, ők mire lemennek az egy 45 perc, tehát azok se fel elkezdeni 9-kor az elődöntőt. Itt hiába kezdjük el kb. 9-kor az elődöntőt. Jó, beigazítom, most már helyre rakom őket. Te ide jössz, te oda mész, te ide jössz, te ide jössz, és majdnem mindenki helyén van, azaz most van mindenki helyén. Tehát így az egész megcsúszik, de csak egy részen. De valahol egyszer így is úgy is várni kell fél órát, most azt a fél órát töltjük ki először egy fél meccsel, meg hát... Ha elődöntőnek vége van, akkor lehet a döntőre megint kell várni egy kicsit. Hát ez egy ilyen buli sajnos. Pierce Hozigai if you know. Yes. Done. Behúztam őket. A helyükre. Ajajaj. 26 és fél percnél várunk arra, hogy Blacky kipisíje magát. Oh yeah. Kitöröltem véletlenül. Hát matyizunk. Pierce csap a vízi csacsik közé. Ez. Hát most mi van? Gyerekek, nem már. DC, vagy lag. Vagy mi a tök? Írja a Frogmite. Hát jó. Én nem tudok írni, nem látjátok. Szomorú szamuráj vagyok. Ready? Na jelenleg ready. A Julávról én infót jelen pillanatban nem tudok. Szodiáz, aki szokott szolgáltatni nekünk infókkal. A holnap lesz Challenger Series-nek a döntője, amit szintén igényel a Chaos TV, azt hiszem magyarul, ha szerdán így nem visszak megbeszélésen. Holnap elképzelhető, hogy a Chaos TV 2-es csatornáján fogok én streamelni, de ezt még nem tudom. Juláv ugye ott kikapott a Deported ellen, hogy nekik van-e még meccsük ezek után, amit kötve hiszek, nem tudom. Bármi infónk van, úgyis szól a Kubu, úgyis szólnak, látom is, nézem is, lesz. Nem tudok más mondani, csak tényleg a csoportokban, meg a bizonyos oldalamon is lehet ezeket az infókért majd szeregetni dolgokat. Akár egy skót nem pisír, azt mondja, ratatta a 95. A barom mellett a Dragon is mindig jó, hogyha van. Majdnem 8K oldal megy jelen pillanatban. Az MP. A Shaolin Monkey kellem. Nem, a Mauser ellen ott Epic Gear kupán estek ki, az egy másik kupa tovább. A Challenger Series az, amit a Chaos TV diktál, az a kupa az. de mondom, majd szerek, nem, info. Most elsellen vagyunk, elsellen foglalkozunk, és elsen Matyi van.
Hát Tomer is van szíve, úgy, mint sütike. Na de jó, ugye pauzak ide végén, a Wukong ulti pedig jön, ugye Baron ulti, hajjajjajjajjajj, az Orianna ulti, Wukong ulti a kombózva, elég orbitálisan jól nézett ki, amellett, hogy még fight is, 4-0-áért, hátul pete van csak már, hát nem supportként, hanem midesként, de azért a meglepetés nem fog okozni, ami érdekes, hogy 0 ulti az bent van. Ugye a range-ben annyira nem mert pete se beleszólni, de az a Wukong Orianna ulti, az fight, már szerintem nézni is. Ugye érkezik az Ezi ulti, Wukong ulti, és összerántja az egész évet, ugye Blacky, és megint csuklok, nem hiszem el, nem tudom ki emleget, de írja meg inkább SMS-be, vagy mit tudom én, de ne beszéljen róla sokat, mert nagyon csuklok. Minden ilyen ura, hogy a Thresh van jelen pillanatban életben, érkezik majd Lucian, egyik Nexus Tower bedölt, Ezi észre a damage-et, a másik Nexus Tower csak most kezdik el ütni, az is most fog bedőlni, hát érkezik Panton és Jax is, hát backdoorra kicsi az esély, meg lehet próbálni. Ájjájjáj, Leona rogy! Nexus pedig ott hagyja, Kopi is jön már kifele, ultizik kijebb, jelen pillanat Lucian van bajban, Wukong fog még így meghalni, de Wukong elhozta magával a Lucian-t újra, és Lucian-nek újra kötjek a számoló, hogy miközben még a Thresh-re szeretne szerteni, Ezi, nincs mi utolsó autóatak, és így konkrétan 3-2-ére végén még a csere itt, Nexus mellett, hát éppen hogy áll a torony. Az a kis Nexus féleség, de nem sokáig. Írsz tudsz mondani csajózó szöveget? Na az egy dolog, amiben nagyon rossz vagyok. Nem véletlenül meg szingli már több mint egy fél éve. Az nekem most nincsen. Mondd a számot, írom. És beakadt a teamfightba. Fú, víz egyenlő Norbert? Nem. Nem. Na jó. Hát egy kisebb felélezési lehetősége van jelen pillanatban a majmoknak. Ettől függetlenül egy inhibitor mindenki be van tolva topról. A következő... Hát következő dóza érkezhet midről is, vagy akár még a botnén a támadást lehet bejebb tologatni, illetve a map kontrollját is lehet még jobban korlátozni a TSM-nek. Én látjuk azt, hogy hát itt még van kint a torony botlénen. Azt még lehet kicsikét formálni, kicsikét velszibárok alapban le lehet döntögetni, vagy újra húzni az egészet, de azt mindenképpen igényt adnak rá szerintem. Hát igen, azt tudom, hogy a motor az milyen passzív skill-je van a motorozásnak. Igen. Úgy... I-mágnes. Azt tudom. Csak hát az általában olyan is annyit ér. Hát de legalább valami van. Vagy mi. Megint kalandozunk, de annál inkább kalandozok még itt a jungle-ben az MP-sek. Vardakon át, vardakon ki, vardakon be. Baron lesz 1 perc, 10 másodperc múlva körülbelül, és Dragon is majdnem formaidőben érkezik a Baronon egyetemben. A pingelés az megy. Egy backdoorra szavazott ott valaki ott hátul. Ugye Nexus mögé pingelt, nem hinném, hogy körbe szeretnénk aknázni, de... Ugye mindenképpen a Nexusra irányult szerintem az a ping. Elég valószínűleg Ezi ulti megy ki. Biztosan meg biztos, ugye ez Lucianek valamennyire fáj, de Panton ulti viszont jön. Torony nem fog bedőlni még. Ezi ugrik ki kapásból, Pocket Hamster jön be, Hydra fog azonnal eltűnni. Hátul jointosak van a legkevesebb HP-ed, mert igazából az ulti neki kiment, hogy meg kell tenni, megcsinálni 0-3-ért. Ha bármennyire is ugye a Panton ulti, ők akartak engage-elni. Az MP fog nyerni a Team Solo mid helyett. Ugye a Shaolin Monk, a The Shaolin Monkeys csapata esik ki, és így az MP pedig érkezik a MyVA ellen, az első elődöntő a ma este, amire azonnal megyünk át, túl sokat pihenni nem fogunk. Ugye azért volt sajnos aki félmeccsünk most, hogy lássuk, hogy ki érkezik a MyVA meccsre.